Többen kerestek már a Kerecsényi, Csókos, Dobozi és Madách utcák kereszteződésében kialakuló forgalom miatt, mondta a Gyula TV-nek Balog Lajos képviselő. A kereszteződésben nincs zebra, de a meglévő vonalak felfestése sem látszik, ez pedig balesetveszélyes helyzetet idézhet elő. Így kezdődött a beszámoló a Gyula TV híradójában 2011. június 20-án, de ezt akár ma, 2013. augusztus 16-án is mondhattuk volna. Régi igény volt már az arra közlekedők részéről egy olyan átjáró kiépítése a Madách, a Dobozi, a Kerecsényi és a Csókos utak találkozásánál, melyen biztonságosan és gyorsan át lehet haladni. Ezek a felvételek pedig már tavaly novemberben készültek. A 1,5 millió forintos beruházás ekkor a befejezéshez közelített, a munkások az utolsó simításokat végezték. A helyzet azóta annyit változott, hogy a zebrát felfestették, ám mára úgy lekopott, hogy autóból időben csak az veszi észre, aki tudja, hogy ott zebra van. Erre Balog Lajos képviselő hívta fel a figyelmet. A zebra nevet azért kapta a gyalog átkelőhely, mert fekete-fehér csíkos, és amin átmennek az emberek, az is szintén fekete-fehér csíkos, és most jelen állapotban sajnos a fehér csík tűnt el a közútról, és ezt kellene, hogy pótolja. A képviselő péntek délután egy játék zebrával jelent meg a helyszínen. Azt mondta, arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a zebra már nem zebra. Hát az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy amikor felfestenek egy zebrát, akkor másik évben is, amikor újra felfestik, akkor ugyanazt a foltot, vagy azt a festett részt festik le, és ez egy pár év alatt ugye azért úgy megragad a felületen, az aszfalt felületen, ez meg még egy teljesen új felületű rész, és itt nem ragadt még meg. Vagy pedig nem olyan minőségű festéket használtak, mert úgy hallottam, hogy a közútkezelő használja olcsóbb is egy drágább festéket. Ha ez igaz, akkor itt feltételezhetően nem a drágább festéket használták. A képviselő szerint azért is érdemes volna gyorsan lépni az ügyben, mert hamarosan sok gyerek igyekszik majd erre iskolába. Közeledik a 2013-2014-es tanév, itt hamarosan megindulnak a gyerekek az iskola fele, szeptember 1-e után. Én azt szeretném, hogy mi hamarabb itt rendeződjön itt a terület, mivel itt hárman tavaly évvel létrehoztuk, hogy megvalósuljon ez a zebra, ezért szeretném, hogy most őszre újra fessék fel, és láthatóvá tegyek, és nehogy baleset történjen véletlen. Mivel ez az útszakasz a közútkezelőhöz tartozik, a labda most az ő térfelükön pattog.